Bogdanovic. Lalli csúszik oda. Még Brunovic. Dombi gólhelyzetben, Dombi! Nincs 11-es. Halmosi, ez még gólhelyzet! Halmosi! 3-1-re vezet a Debrecen! Hát ugye hiába van taktika, meg minden, sok minden, hát annyi elemi hibákat csinál a közvetlen védelme a Pápának, hogy ez tényleg csak a debreceni csatárokon múlik, hogy mennyit rúgnak be. A Lipták kivételével, hát aki kimagaslik egyébként a Pápa csapatából. Itt Brunovic nagyon jó labdát a Dombinak, a becsúszás még jó Liptáktól, de utána nem figyelnek a védők, Halmosi pedig elegánsan, ballal, okosan, Szűcs nem érhette el a labdát. 3-1-re vezet a Debrecen. Meg kell, hogy mondani, a Halmosi nagyon megérdemelte már ezt a gólt. Nagyszerűen játszik. Erőszakos volt most is egyébként, nem hagyta annyiban Halmosi. 3-1-re vezet a Debrecen. És információim szerint még mindig nincs gól a másik mérkőzésen. Lipták. Lungu. Halmosinak a 7. gólja volt egyébként. Én éppen most kapom a hírt. 1-0-ra vezet az Újpest. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy az Újpest a bajnok. Mumba. Farkas. De az is lehet, hogy Szabó 2 megpróbálkozik egy lövéssel. Teljesen jogos a feltevés ilyen talajon. Valami történt a másik meccsen. Valószínűleg. Mert egy nagyon nagy az öröm ünnep. Lehet, hogy a Fehérvár kiegyenlített. Valószínűleg tartom. Csizmadia gólt rúgott, kapom az információt. 1-1, megint úgy tűnik bajnok a Debrecen. Szabó 2 szabadrúgása pedig azt gondolom a legkevésbé érdekelte most a nézőket itt a helyszínen. Hát itt már egy nagy várakozás van. Zúga, hajrá, Vidi! Egyébként Debrecenben. Izgalmas mérkőzés lehet egyébként a Puskás Ferenc stadionban. A Debrecen itt mindent elkövet, hogy bajnok legyen. Kumba kapja. Történt valami megint. Elképzelhető, hogy 2-1-re vezet a Fehérvár. A reakciókból erre következtetek az Újpest ellen. Nagy Dániel a gólszerző. 2-1-re vezet a Fehérvár az Újpest otthonában. Úgy tűnik, hogy ismételni tud a Debrecen. Persze még hátra van körülbelül 12 perc. De ha nyer a Fehérvár, akkor pláne bajnok a Debrecen. Már ha ott döntetlen van, és itt marad a debreceni győzelem, akkor is persze. Dombi, ez így helyzet, gólhelyzet. Nem tudta jól átvenni. Bogdanovic még. Bogdanovic! 4-1-re vezet a Debrecen. Egy picit megint szerencsétlenkedtek a lombard védők. Dombi másodszor indult be jól az üres területre, középre. Ez meglepte egyébként a belső védőket. Dombi ugye megint nem tudott kapura lőni, de Bogdanovic igen. 9. gólja Igor Bogdanovicnak. 4-1-re vezett át a Debrecen. Gyönyörű mozdulat volt jobb külsővel. Szűcs előtt pedig ugye 3 védő, és ott fekszik, áll éppen fel. Mi lesz itt, ha a Debrecen lesz a bajnok? Mekkora népünnepély. 4-1. 6-1-re verte egyébként a Reacot a Debrecen. És közben Cseréje Subka Attila jön Ibrahim Sidibe. A házi gólkirály, a 15 gólos szenegáli támadó. Ő is lehetőséget kapta Subka Attilától az apró sérülés ellenére. Azt gondolom megérdemli Sidibe, hogy pályán legyen abban a pillanatban, amikor véget ér ez a mérkőzés, és ugye elképzelhető, sőt most úgy tűnik, bajnok a Debrecen. Ebben a pillanatban lepújt a Szabó játékvezető a Debrecen Lombard FC Pápa mérkőzést. 4-1-re nyert a Debrecen. Subka Attila a képen és a debreceniek. Nem tudom, hogy mi a helyzet a Puskás Ferenc stadionban. Ha ott nem változott az állás és lefújták azt a meccset, akkor úgy tűnik, hogy bajnok másodszor is története során a Debrecen. Ezt várják a játékosok is Sándor Tamással az élen. Úgy tűnik, hogy a Puskás Ferenc stadionban még zajlik a játék. 2-1-re vezet a Fehérvár. Ha csak döntetlenre tudja hozni a meccset az Újpest, már akkor is bajnok a Debrecen. Ezt várja itt most mindenki.
Egyébként a Debrecen nagyon idegesen kezdte a mérkőzést, utána jött egy nyugtató gól, Sándor Tamás jó 25 méterről betalált Szűcs kapujába, és érdekes módon az a gól talán jobban nyugtatta meg a Debrecen, mint kellett volna. Egyenlített ugyanis a Lombard Fabinho fejesével, de utána még az első félidő vége előtt 2-1-re módosult az állás. Brunovic volt a gólszerző, és utána Halmos és Bogdanovic is betalált. Azt gondolom, hogy az izgalmas pillanatok most már a Puskás Ferenc stadionban vannak, a szó Lédere Rákosé. Persze a sportklub nézői maradnak továbbra is itt velünk a Nagyerdei stadionban. Jön egy rövid reklám, és utána jövünk vissza. Forogjunk, jó? Kazetta forog?